Hírműsorunkat látják, köszöntöm Önöket! Sajtótájékoztatón mutatták be ma délután a köznevelési intézmények új struktúráját és az annak kialakításában közreműködő Veszprém megyei tankerületi igazgatókat. Marekné dr. Pintér Aranka, a Klebersberg intézményfenntartó központ megbízott elnöke beszédében azt hangsúlyozta, az állami fenntartás magasfokú szakmai gondoskodást jelent. A Veszprémi Városházán tartott tájékoztatón Porga Gyula Veszprém polgármestere köszöntötte a sajtó képviselőit, majd Marekné dr. Pintér Aranka szólt a köznevelési intézmények új struktúrájáról. Minden egyes oktatási intézmény az óvoda kivételével állami szakmai irányításba kerül, ezt hívjuk most új nevén, új értelmében fenntartásnak. Január 1-én hirtelen változás nem várható, sőt olyannyira nem, hogy minden szereplője végzi tovább a munkáját, és az adminisztrációs átadás-átvételi folyamatot pedig a tankerületi igazgató a települési önkormányzatokkal végzi. A törvényalkotók szerint az új struktúra szakmai javulást eredményez a közoktatásban. Alapvetően a szakmai javulást abban látjuk és attól várjuk, hogy a szempontrendszer lesz egységes, az elvárások lesznek egységesek, és hozzáépül egy fenntartói kontroll. Veszprém megyében 10 tankerületet alakítottak ki, vezetőik a sajtótájékoztatón mutatkoztak be. A pápai tankerület igazgatója Egyházi Andrea, a Pápai Gazdasági Szakképzőiskola és Kollégium gyakorlati oktatás vezetője. Hát a szakmailag mindenképpen egy nagy kihívást jelent számomra. Itt elsősorban arra gondolok, hogy maga a terület is a járás területével megegyezően egy óriási feladatként jelentkezik, hisz a járás területén működő összes általános iskola, illetve középfokú általánosan képző, értelmit a gimnáziumok működtetésének feladatát kell ellátni a járási tankerület feladatai között. Én mindenképpen úgy szeretném ezt a feladatot megvalósítani, hogy ebből az általános iskolák, hogy akár a gimnáziumok tanárai, tanulói semmit se érezzenek meg. Mindenképpen arra törekszem, hogy ez egy gördülékeny átadás, átvételi folyamat legyen. Ehhez én számítok feltétlenül az önkormányzat segítségére is. Az önkormányzatokkal való együttműködés fontosságát a Klebersberg intézményfenntartó központ megbízott elnöke is hangsúlyozta, arra kérve a jelenlévő polgármestereket, hogy segítsék a köznevelési intézmények új struktúrájának kialakításában közreműködő tankerületi igazgatók munkáját. 5 kategóriában díjazták a Tiszta Virágos Veszprém megyéért versenybe nevező településeket. A pályázatot a Veszprém megyei önkormányzat hirdette meg, a díjátadó ünnepséget ma Pápán tartották. Ők a nyertes települések képviselői. Az 5 kategóriában Szentbékkállát, Kisapátit, Gógánfát, Alsóörsöt, valamint Balatonfüredet és Tapolcát találta a legrendezettebbnek, legvirágosabbnak a bírálóbizottság. Idén 64 település nevezett a Tiszta Virágos Veszprém megyéért versenyre, több, mint az előző években. Ennek jelentőségét a Veszprém megyei közgyűlés elnöke, Lasztovica Jenő hangsúlyozta is a díjátadó ünnepségen elmondott beszédében. Ez is azt mutatja, hogy a településeken élők és a település vezetői is egyre fontosabbnak tartják, hogy a saját környezetük milyen igényességgel legyen díszítve, milyen igényességgel legyenek ápolva a települések, hiszen mi, akik itt élünk, azt szeretnénk, hogyha minél szebb, kulturáltabb környezetben és tisztább környezetben élhetnénk a napjainkat. Pápa a 3000 fő feletti települések versenyében a második helyen végzett. A folyó beruházások munkaterülete sem a városban, sem más településeken nem számít bele a versenybe, mondta a Pápavárosi Televíziónak Pápa polgármestere. A munkaterület az nem számít a versenybe, a munkaterületet igen ritkán szoktak virágosítani. Ez igaz egyébként egyként valamennyi induló településre, mert szerencsére nagyon sok településen vannak hasonló munkaterületek. A versenyben nem a város által közpénzből fenntartott közterületek versenyeznek, hanem a város egésze. Tehát a pápai eredményben ebben a második helyben nem a városgondnokság és a városgondnokság alvállalkozói által elvizett munkának minősítése foglaltatik, hanem annak a sok-sok pápai családnak, háztartásnak a munkája, aki gondol arra, hogy rendet tartson a háza körül, és arra is gondot fordít, hogy ott virágok legyenek,
esztétikus legyen a megjelenés. Több pápa környéki település is, így például Döbrönte, Ugod, Nagygyimót vagy Nyárád is helyezett lett a versenyen. A tárgyi elismerés mellett a kategória győztesek pénzjutalomban is részesültek. A megyei önkormányzat zsűrije végiglátogatta a településeket, többek közt a közterületek rendezettsége, a virágos területek és a fák állapota, a köztéri bútorok állaga alapján pontozott és hirdetett eredményt. Dési János újságíró volt a vendége a Petőfi Asztaltársaság tegnap esti összejövetelének. A jó hangulatú beszélgetésen Gröber Attila és Kerecsényi Zoltán kérdezte a zsurnalistát a sajtó felelősségéről, a sajtószabadságról, politikáról és persze életéről. Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Névszava, ATV Klubrádió. Többek között ezekről a médiumokról és az ott tapasztaltakról is mesélt népes hallgatóságának Dési János, a Népszava szerkesztője. Igen, ez kérdés, a szerkesztő, az igazi újságíró, ez mindig kérdés. Hát más, ez egy olyan sokkal hivatalibb munka szerkeszteni, ott kell ülni és irigykedni, hogy mások mennyi érdekes emberrel találkoztak. Hát én publicisztikával, meg politikával foglalkozom, és hát azt gondolom, amit sokan gondolnak a politikáról, néha én is, tehát, hogy annyi minden más érdekes dolog van a világon, csak ez valahogy így alakult, hogy ebbe megmaradtam. Ez is érdekes, nem azt mondom, hogy nem fontos, meg nem érdekes, de hát más. A publicista úgy látja, nagyon sok tehetséges fiatal újságíró van ma országszerte, ám az újságírásra is negatívan hat a gazdasági válság, a reklámipar változása és a politikai széttagoltság. Szerintem ma sokkal nehezebb újságírónak lenni. Tehát az, aki ma újságírást választ, a szakmának azért egy igen göröngyös pályát választ, bár tudom, hogy tanárnak se könnyű lenni, meg könyvelőknek is nagyon nehéz az élete, meg a balettáncosoknak és a kőfaragóknak is, de hogy ezért sokkal nehezebb, nagyon gyors, tehát nem lehet lazsálni, mert az internet, a kereskedelmi tévék, a nem tudom, tehát egy baromi nagy verseny van, ami nyilván egyrészt jó. Hát másrészt meg az látszik, hogy mint annyi sok más helyen itt is kevés a pénz, egy csomó mindenre nincs idő, nincs végig gondolni a dolgokat, utána járni, a felszín mögött megnézni, nagyon sokszor nagyon nehéz a dolgokat. Dési János úgy véli, nem lehet középen álló független sajtót csinálni, és nem is lenne rá igénye az olvasóknak, nézőknek. Ugyanakkor azt is megfogalmazta, a sajtó felelőssége nagy, de botorság lenne azt hinni, hogy a sajtó jobb lehet, mint a társadalom egésze. A pápai rendőrkapitányság teljes illetékességi területén működik az iskola rendőre program, melynek keretében a szeptemberi forgalomsegítés mellett közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési előadásokat tartanak az általános iskolásoknak az iskolarendőrök. A Csóti mikrotérségben is aktívan zajlik ez a szolgálati forma. Tegnap a Csóti általános iskolában, Mobil Kressz Parkban sajátították el az alsó tagozatosok a közlekedés szabályait. Reggeli forgalomsegítés a Csóti általános iskola előtt. A körzeti megbízottak mellett a helyi polgárőrök biztosítják a gyerekek közlekedését, nem csak szeptemberben, hanem végig a tanév során. Ez is része az iskolarendőre programnak. Elsőtől 8. osztályig kiemelten foglalkozunk a gyalogos és kerékpáros közlekedéssel, a kerékpárok kötelező tartozékaival, ezen felül megtanuljuk a kresztáblákat, hogyan közlekedjünk az úttesten. Később a felsősöknek ez kiegészül majd egy segédmotorkerékpáros úgynevezett kressz anyaggal is, de a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekre, ezek megelőzésére. Ezen felül a társadalmi együttélés szabályaira, a magán és köztulajdon tiszteletére és védelmére, az idősek tiszteletére próbáljuk mi is a gyerekeket tanítani, oktatni. A tegnapi napon az elméleti kressz oktatás gyakorlati feladatokkal egészült ki. A pápai polgárőrségtől kapott mobil kressz parkban tanulhatták meg a kisdiákok a közlekedési szabályokat. Hogy tetszik neked ez a mai program? Nagyon jó. Miért? Azért, mert jól tudunk megtanulhatunk biciklizni jogszabály szerint, meg motorozni. Az iskola rendőre programot a település vezetője is fontosnak tartja. Nagyon jó, hogy most nagyobb hangsúlyt fektettek az iskola rendőre akcióra. A folyosón megtalálható már évek óta az iskola rendőrének elérhetősége, bármikor, akár
titokban is fordulhatnak hozzá a gyerekek, de szervezetten is többször találkoznak vele. Értem ez alatt a tanévkezdéskor, amikor a rendőrök és a település polgárőrei közösen vigyáztak az iskola környékének rendjére, hogy ne legyen baleset. Azon kívül több alkalommal volt már ilyen rendezvény, amikor a rendőrök az iskolába jönnek, és keresztre egyéb bűnmegelőzésre oktatják gyerekeinket. Évnyitókor köszöntötte a rendőr, bemutatkozott, köszöntötte a szülőket, gyerekeket, tantestületet. Tehát nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és reméljük ez a továbbiakban is így marad. A csóti körzeti megbízotti iroda rendőrei általában havonta keresik fel a kistérség 7 általános iskoláját. Fűzfa László rendőrtörzászlós pedig az ő munkájukat koordinálja, és heti kapcsolatban áll az oktatási intézményekkel. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Lőrinc Zsigmond, Kovászna polgármestere. Pápa és Kovászna 2011. március 17-én kötött hivatalosan testvérvárosi szerződést, a két település közötti kapcsolat azonban több évtizedes. Pápaváros vezetése megrendülten értesült a tragikus hírről. A pápa és Kovászna közötti együttműködés hivatalossá tételét számos közös rendezvény találkozó előzte meg az elmúlt évek során. A két város kapcsolata 2011. március 17-én vált hivatalossá, amikor dr. Áldozó Tamás és Lőrinc Zsigmond aláírták a pápa és Kovászna képviselőtestülete által kezdeményezett és támogatott partnervárosi szerződést. Lőrinc Zsigmond legutóbb akkor járt pápán. Ezek a felvételek az ünnepélyes ceremónián készültek. Pápaváros vezetése mély fájdalommal értesült a tragikus eseményről. A polgármester pápai barátait őszintén megrendítette a hír. Áldozó Tamás elmondta, Lőrinc Zsigmond személyében egy olyan embert ismertek meg, aki elkötelezett volt a pápaiak és a kovásznaiak barátsága mellett. Akik jártak Kovásznán, megerősíthetik, hogy a település mindig igazi barátsággal, mély szeretettel fogadta a pápaiakat. Amit elsősorban meg szeretnék köszönni, az, hogy a Pápa városa a kovásznai helyi önkormányzatnak adományozott egy tűzoltó autót, úgyhogy előre is nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy sok tüzet nem kellene kiújtsunk vele. De azt mondják, hogy jó mindig, hogyha van egy tűzoltó kocsi. Pápa polgármestere hozzátette, együttérzésüket fejezik ki a családnak. Lőrinc Zsigmond 48 éves volt, tegnap éjjel szívinfarktust kapott és Brassóba szállították, de életét az orvosok már nem tudták megmenteni. Akkreditált kiváló tehetségpont lett a Tűr István Gimnázium és Kollégium. A rangos címet a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácstól érdemelte ki az intézmény, eddig elért eredményei és meglévő szakmai értékei elismeréseként. A Tűr Gimnázium mindig is igazi tehetséggondozó intézmény volt. Az idők folyamán számos olyan képzést nyújtott az iskola, mely a tehetséggondozásra épült. Már a 70-es években is volt nálunk matematika és fizika tagozat, majd a későbbiek során a fakultációs rendszer beindulásával ugyan a matematika és a fizika tagozat megszűnt, de a 90-es évek elején ezt újraindítottuk, kiegészítve biológia és kémia tagozattal is. Ezt követően a 90-es évek elején útjára indították a 8 évfolyamos gimnáziumi képzést, a 2000-es évek elején pedig csatlakoztak az Arany János tehetséggondozó programhoz, melyek szintén a tehetséggondozásra épülnek. Ezért is pályáztak a Tehetségpont cím elnyerésére. Jeleztük a Nemzeti Tehetségfejlesztő Tanácsnak, hogy szeretnénk a tehetségpontok hálózatának tagjaivá válni. A szakmai zsűri az idei esztendő júniusában érkezett el hozzánk, megvizsgálták a dokumentumokat, a tevékenységeinket, és úgy ítélték meg, hogy a munkák alapján érdemesek vagyunk a kiválóan akreditált tehetségpont címre. Mindenféleképpen dicsőség az, hogy egy ilyen szakmai elismerést megszereztünk, másrészt újabb lehetőségek is feltárultak intézményünk előtt. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy olyan hálózat tagjaivá válhattunk, ahol további szakmai tapasztalatra tehetünk szert. A Tűr István Gimnázium a cím elnyerése után sem engedhet a maga színvonalú munkából, hiszen 3 év múlva újabb akkreditációs eljáráson kell részt venniük, hogy tovább használhassák a kiváló tehetségpont címet, tudtuk meg az igazgatótól. A Bartók Béla Zeneiskola növendékei évente több alkalommal is lehetőséget kapnak a szereplésre. Szerda délután 4 tanszak diákjai adtak koncertet az intézmény dísztermében.
A Bartók Béla Zeneiskolában rendszeresen tartanak tanszaki, azaz egy-egy hangszerhez köthető hangversenyeket. A legutóbbi növendékkoncert azonban nem ilyen volt. 13 diák lépett fel, cselló, kürt, fúvola és zongora muzsikával örvendeztették meg a főként szülőkből álló hallgatóságot. Jobban szeretik általában a hangverseny látogatók, hogyha nem egy monstre produkció alatt másfél-két órát ott kell ülni, hanem egy 40 perc, 3/4 óra alatt maximum egy pörgős stílusú, változatos műsort adnak a gyerekek. Ezen az alkalmon szereplési lehetőséghez jutottak a legkisebbek és a lassan végzős növendékek is. Többek közt Kodály, Bartók, Schubert és Mozart dallamok is felcsendültek. Erre a hangversenyre másfél hónapja készültek a diákok. A hangszeresekről el lehet mondani azt, hogy a szeptemberi kezdéskor még a nyári hangulat szól ezekből a hangszerekből, és egy hónap kell, amíg leporolódik a hangszínekről, a tudásról az a pihenés, ami még a nyárból ráragadt, és aztán igazából október vége után indul itt az a fajta élet, amikor alkalmasak vagyunk kiállítás megnyitókra, különböző felkérésekre. Az adventi időszakban a Bartók Béla Zeneiskola növendékei sok fellépést vállalnak, számos rendezvényre hívják őket, mondta az igazgató. A táj és a vadon élő állatok mindennapjait örökítik meg Rékasi Csaba festményei. A Sümeg környéki vadász képeiből tegnap nyílt kiállítás Pápán, a Bakonyerdő ZRT székházában, a tárlat december végéig hétköznapokon látogatható. Sümeg környéki vadász Rékasi Csaba. Festményei szinte kivétel nélkül szerepelnek állatok, fenséges vadak az erdő közepén. A téma gyerekkora óta foglalkoztatja az alkotót. Az állatokat nagyon szerettem, az érdekelt leginkább. De hát most pillanatnyilag meg már a táj hangulata is megfog, vagy akár egy-egy vadászati eseménynek például a kidolgozása. Rékasi Csaba szabadidejében fest. A művészi tevékenység szakmai alapjait is elsajátította, főleg olajfestékkel dolgozik. Vázlatokat a szabadban készít, majd műtermében festi meg a képeket. Kezdetben én is nagyon színesen festettem, de aztán az utóbbi időben törekszem arra, hogy egy ilyen korlátozott, úgynevezett korlátozott palettát használjak. Tehát amit legtöbbször az ember a természetben is tapasztal, a szürkéket, a borongós időszakokat igyekszem, én abban is megtalálom a szépséget. A vadász festőnek több önálló tárlata volt már, munkásságát díjakkal is jutalmazták. Pápán december végéig láthatók képei. A hétvége időjárásáról az időjárás jelentésben hallhatnak. Szombaton már nem kell csapadéktól tartanunk, legfeljebb helyenként lehet gyenge szitálás, azonban marad a szürkeség, a hajnali órákban pedig ismét ködössé válhat az idő. Hajnalban már nem várható fagy, délutára 7 és 11 Celsius fok közé emelkedik a hőmérséklet, vasárnap csapadékmentes, de borongós, reggel sokfelé párás, ködös idő várható, gyenge, mérsékelt lesz a délkeleti szél, a hőmérséklet 6 és 12 Celsius fok között lesz. Kedves nézőink, ezek voltak pénteki híreink, nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra!